Hát először is köszöntök mindenkit. Én a művészet szerepéről és helyéről fogok beszélni nektek arról, egész pontosan arról, hogy ma hogyan hasznosul és hogyan alakult át. A dolog valahol ott kezdődött, hogy a 19. század végén, 20. század elején a szecessziós mozgalmak kitalálták, hogy valahogyan a mindennaposság kéne tenni a művészetet, és ezért feltalálták azt a gondolatot az ipari forradalom hatására, amit már dizájnként ismerünk és formatervezésként. Aztán a két világháború után és a gazdasági válság után újra szerveződött ez az egész gondolat, folyamatosan az ipar fejlődésével haladt, és eljutottunk a napjaink formatervezéséhez, ami mindenki számára ismert, ez a dizájn. Viszont a művészet beleépett a mindennapok részére, és például a kommunikáció és a marketingnek egy jelentős töltetét adja. Én ezekre fogok egy pár példát mutatni nektek, ezekre az alkalmazott művészeti lehetőségekre. Ez a kis videó az egy tisztán művészeti eszközöket hasznosító, de alkalmazott technika vagy elgondolás volt. Egy szervezetirányítási szoftverfejlesztő cégnek kellett valami olyan marketing eszköz, amivel a nagyon bonyolult rendszereit el tudja magyarázni az ügyfeleinek, az üzleti angyaloknak, érdeklődőknek. És úgy született ez a kis videó. Fontos megjegyezni, hogy ezeknek a művészeti vonal kommunikációs eszközöknek az egyik legnagyobb hatása abban van, hogy olcsó, nagyon kreatív vonalat lehet bennük vinni, és nem elsősorban egy olyan szoftvernél, mint ami ez is volt, a Samu. Nekem amikor mondták, hogy meg kéne csinálni, egy másfél órán át magyarázták, hogy mi is a program, és ebből született egy olyan 3 perces videós rajzi prezentáció, amiben pár gondolatát, a fő húzó erejét, a potenciáját ki lehetett domborítani. Amik lesznek még, a művészet másik szerepe, amifelé halad majd a diavetítés, az az lesz, hogy a művészetnek megvan még a mai napig is ugyanaz a szerepe, de mindennapi szinten a formatervezésben és a marketing kommunikációban lehet vele találkozni, és ez nagyon sokszor nem evidens az embereknek, hogy mindaz, ami körülvesz minket, minden dolog alapjaiba hordozza a művészetet, már csak azért is, mert valahogy megvan tervezve, valahogy egy gondolat át van víve. Az építészetben ez nem feltétlenül van, így sok az építész, úgyhogy annyiból kitérnék rá, hogy az építészet a mai napig nem teremtette meg a design vonalát a saját ágazatában, ott még mindig a tradicionális vonal és a praktikum az, ami dominál, nincs benne még annyira saját potenciál, mint ami lehetne. Mindjárt lépünk. A következő ilyen egy olyan szintén ilyen marketing célra készült termék van, amit egy amit egy Sortpad Mobile nevű applikációhoz kellett készíteni. Ezt felhívtak egyik nap, hogy kéne csinálni valami olyan logót, ami hasonlít egy origamira, és utána ezt el lehetne adni szóróanyagként, hogy beégessék a logót a potenciális vevőknek ilyen kiállításon. Aztán vannak persze extrém példák, amikor másfél méteres hungarocell kezet kell megálmodni a művészet terén, szintén egy kiállításra. Ez is a gyakorlati részét hozza a művészeti eszköztárnak. Ez amúgy ugyanaz a cég volt, egy ilyen expóra mentek ilyen tájékoztatásra. És aztán vannak olyan kommunikációs eszközök, amik már kicsit több művészetet hordoznak és kevesebb marketinget, de szintén marketing célra készülnek. Ez volt párféle dollárkoik, és amiket még kellett utána csinálni egy pár brazil bankjegyből. Ezeket is promóciós célra elkészítve. Aztán vannak a kézi tervezések, amik ma már ugye szinte mindenki tud vektorgrafikusan logókat meg mindenfélét csinálni, ezekben nagyobb potenciál van, mert ezek egyediesíthetőek, és sokkal esszenciálisabb termékeket lehet létrehozni. Mert ez egy nyomdának a logója, még jelenleg is folyamatban lévő projekt. És akkor eljutottunk a nyomdai vonalhoz, ugye a letterpress azt mindenki ismeri, a magas nyomtatás tradicionális grafikai eljárás, a lényege az, hogy bele lehet préselni a papírba a szöveget. Ez minden olyan kommunikációs marketing célra jó, amikor nagyon-nagyon fontos az, hogy az első lehetőséget megragadja az ember, egyszer tudod adni egy névjegykártyát, és annak nyoma maradjon
az érdeklődőnél vagy ügyfélnél. Ez persze utána átmegy képeslapokba is, karácsonyi üdvözlőlapokba, esküvői meghívóba, tehát minden olyan, amit emlékként is el lehet tenni. És akkor haladunk tovább, ugye. Ez pedig már egy művészeti vonal, ez egy kiállításnak a szponzorgyűjtő kampányához készül. Itt 12 darab rotrénkhegy van belepréselve a papírba, mert egy rajzi kiállítást hirdet, és így próbálta elérni a közönségét. Ez utólag értékem elég jól sikerült, mert aki nyitott volt a grafikára, a rajzra, ilyesmi rajzokra, az reagált is rá. És akkor itt vagyunk már a művészetnél, tehát a művészet igazi jelentősége. Ma ugyanúgy létezik, de a technikai fejlesztésekkel, fejlődése ugyanúgy változik, és a mai kor dolgaira reflektál. Ez egy Rotringgal készült rajz, hiperrealista stílusban. És akkor ezeknek vannak egészen nagy méretű verziói is, egészen nagy feltöltésben, nagy részletgazdagsággal. Ez szintén Rotringgal készült. Ezek a vonalak, vagy ez a vonal az a művészetnek, amire nagyon sokan a kortárs, pejoratíve bevetett kortárs jelzője azt hiszik, hogy már megszűnt. Ezek ekkora méretű rajzok. És tulajdonképpen ez nem szűnt meg, csak a realista ágazat viszi tovább ezt a vonalat, és ez mindaz, ami lényeget ad annak, ami a hétköznapokon történik. A művészet másik jelentősége manapság az, hogy a művészet a tudomány vallása, és így a végén az utolsó képnél annyit szeretnék elmondani, hogy akik még érdekelnek ilyen rajzok, április 8-án lesz az Amadeus Alapítvány rendezésében egy kiállítás. Neten fenn van minden Facebookon, ha érdekel titeket nyugodtan, gyertek el és nézzétek meg. Köszönöm, hogy meghallgatottatok.